Több mint három hónap szünet után szombaton útjára indul a labda a megyei labdarúgó bajnokságokban. Az MLS megyei igazgatósága Baktalóránt házán tartotta hagyományos szezonkezdés előtti liga napját, amelyen az aktuális tudnivalókról tájékoztatták az érintetteket. Szó esett többek között a társasági adókedvezménnyel kapcsolatos várható változásokról, valamint a márciusban kezdődő pályaépítési programról. Új lehetőség az edzők számára, hogy a jövőben egy lépésben megszerezhetik a felnőtt csapatok kispadjára szóló képesítést. Tavasszal indul az új edzőképző tanfolyam, az amatőr A, az amatőr C licenc, amely azt jelenti, hogy a felnőtt megye, egy megye 2, megye 3-as kispadra jogosít fel, tehát csak és kizárólag felnőtt edzők részére. Ilyen még nem volt Magyarországon, ilyen edzőképzés, hogy teljesen külön választották az utánpótlástól. Ugye volt sok olyan edző, hogy most miért csináljon meg az utánpótlást, amikor én a felnőttel foglalkozok. Na ez pont nekik szól. Ugye ezzel kapcsolatosan is pár információt megosztottunk nekik, illetve biztosítottuk arról, hogy ősszel jön az utánpótlás C, tavasszal pedig lesznek ezek az úgynevezett amatőr C tanfolyamok. A téli időszakban több tornán vehettek részt a csapatok, amelyek lehetőségeikhez képest igyekeztek a legjobban felkészülni a tavaszi szezonra. A műfüves pályák hiányában azért ez a felkészülés nem feltétlenül mindenhol volt megfelelő. Tehát ugye nagyon sok olyan felkészülésről tudunk, hogy kisméretű pályán vagy terembe kezdték el, hiszen annak ellenére, hogy enyhén volt a tél, azért nagyon sok eső esett, ami ugye azért a pályákra nem mentek rá, hogy ne tegyék tönkre. De én úgy gondolom, hogy időben elkezdték a csapatok a felkészülést, az igazgatóság által szervezett kispályás, nagypályás tornák is ezt szolgálták, illetve a megyében nagyon sok saját kezdeményezésű kispályás torna volt, edzőmérkőzések, úgyhogy azt veszem észre, hogy felkészülten várják a csapatok a tavaszi szezon. Mi az igazgatóságon szintén felkészülten várjuk, nagyon reméljük, hogy különösebb probléma nélkül el fog indulni a bajnokság. A versenykiírás szerint az 5 harmadosztályú csoport győztese felkerül a megyei másodosztályba, ahonnan a 3 bajnok feljebb lép a megyei első osztályba. A megyei első osztály győztese osztályozót vív majd az NB3-ba kerülésért.